Negyed milliárd forintot költött el az erősítő nevű portál a tavalyi kampányban, hogy a balliberális sajtó írásait reklámozza a közösségi médiában, erről ír a magyar nemzet. A lap az ez a lényeg csoportról szóló cikk sorozatának újabb részében bemutatja, hogy a weboldal mögött is a Datadat cégcsoport és az Orákulum 2020 Kft. tulajdonosi köre áll. Belpolitikai elemzéssel megyünk tovább, a Nézőpont Intézet elemzője van itt velem, Rotis Bálint. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Agályosnak tartja, vagy agályosnak lehet tartani ezeket az ügyeket, amelyek most kiderültek az ellenzéki média háttére kapcsolatban? Mit gondol erről? Mindenképp agályosak, ugye ne felejtsük el, hogy minden demokráciának a legfontosabb intézménye az a választás, és hisz egy jó választási rendszer az, amely biztosítja mindig a békés és legitim hatalom átvételt átadást, már amennyiben ugye sor kerül rá, vagy legalábbis legitimálja ugye a következő parlamentet, a következő kormányzatot, tehát ezért egy választás az mindig kulcsfontosságú. Minden olyan állam, amely egy demokratikus rendet működtet, nagyon vigyázza arra, hogy a, hogy a választások azok mindig tiszták legyenek, és lehetőleg külföldről különböző érdekcsoportok ne szólhassanak bele a belföldi választásokba. Na most ezek a botrányok, amik itt már egész erőteljesen kirajzolódtak itt a tavalyi országgyűlési választás kapcsán, ezek arra utalnak, hogy nem néhány ember, vagy nem néhány baloldali politikus lehetett az, aki tudhatott erről a beavatkozási kísérletről, hanem gyakorlatilag a teljes baloldal, illetve vannak a holdudvara részese volt, tudhatott, sejthetett nagyon sok mindent arról, hogy szándékosan külföldi érdekcsoportok magyar segítségével, magyar hazai baloldali segítségével tudatosan beavatkoznak, és ezzel, és ezzel, megsértik a magyar országgyűlési választásnak a tisztaságát. Van egy másik szemszög, ahonnan vizsgáljuk meg ezt a dolgot. Nem csak a választási kampányban, hanem előtte és azóta is egyfajta kritikaként elszokott hangzani az ellenzék részéről, hogy média túlsúlyban vannak a kormánypártok ennek a mostani fejleménynek a megismerését követően átrajzolja egy picit a képet ez a, ez a dolog? Valójában a jobboldali média sose volt Magyarországon túlsúlyban, a baloldali médiának mindig nagyon erős pozíciója volt, bárki ilyen bárhol is Magyarország területén, vagy akár bárhol a világon, rengeteg kormánykritikus, balliberális tartalomhoz hozzáfér, ezek az oldalak, ezek az újságok, ezek e, működnek, e, jelentős részük e, pozitív mérleg főszeggel, tehát e, pozitív évet tudhat e, mindig maga mögött, tehát ilyen értelemben a baloldali médiát egyáltalán nem kell félteni. Csak azért Ami kérdeztem ugye, ezt, mert ugye itt több százmilliós tételekről van szó, hogy annyi pénzt kaptak arra, hogy hirdetéseket tegyenek közé, még az utolsó hét, hetén a választási kampánynak is, ugye egy több tízmilliós tételekről van szó. Igen, ugye ezek nélkül a plusz 100 milliók nélkül is tökéletesen tudott működni mindig is a baloldali média, de valójában ezek a plusz támogatások, ezek valójában felerősítettek, felerősítették a baloldali médiának a hangját, a választást megelőző utolsó hetekben. Ugye itt arról beszélünk, hogy negyedmilliárd milliárd forint gyakorlatilag hirdetése, Került el, ami ugye azért nagyon fontos, mert az online térben így lehet nagyobb nézettséget, olvasottságot elérni. Ez egy nagyon komoly összeg, és nem felejtsük el, hogy azért ezek az összegek, ezek nyilván olyan, vagy hát kizárólag olyan médiumokhoz irányultak, amelyek tudatosan kormánykritikus tartalmakat tettek közé. Tehát egyértelmű volt ezeknek a pénzeknek a célja és iránya. Nyilván, ahhoz, hogy egy dolog sikeres legyen, ahhoz kell valamennyi pénz, ez megvolt ezek szerint. A választás eredményéből következően mondhatjuk azt, hogy nem volt úgymond sikeres ez a működés vagy működési mechanizmus, ahogy ez a média háttér működött ezek szerint. Miért nem? Ugye a politikában nyilván nagyon fontos a pénz, viszont nagyon fontos a szervezettség, nagyon fontosak a jelöltek, az üzenetek, ki mit akar üzenni. Ugye itt, hogyha visszaemlékezünk a tavalyi országgyűlési választásra, bár senki sem készült rá, de kitört egy háború pont a választás előtt, és a politikai pártok, illetve a miniszterelnök jelöltek állást foglaltak ebben a kérdésben, és a jobb oldal egyértelműen békepárti álláspontot foglalt el, míg Márkizai Péter és a Saját kis szivárványos koalíciója egyértelműen egy háborúpárti álláspontot kezdett el hangoztatni, és hiába a sok pénz, hiába a külföldi támogatás, egyszerűen ez a háborúpárti álláspont nem találkozott a, magyar, a magyaroknak a tetszésével, a magyarok akaratával. Látták a magyar emberek, hogy ha egy ilyen baloldali kormánynak helyet annak Magyarországnak, Magyarországon, az egy óriási biztonsági veszélyt jelent Magyarország és a magyar emberek számára, és továbbra is azt szerették volna, hogy Magyarország ne sodródjon bele a háborúba, ne legyen részes a háborúnak, és látták, hogy ez kizárólag ma Orbán Viktor, illetve a jobb oldal tudja biztosítani. Ebből is többek között ebből is következett az, hogy hiába rá, pénz, hiába volt a külföldi támogatottság, egyszerűen a magyar embereknek az kellett, hogy egy cselekvő, képes békepárti kormányuk legyen. Még egy dologról beszélünk, a Magyar Nemzet cikkéből az is kisejlik, hogy milyen tulajdonosi kör áll -e mögött a média háttér mögött. Az, ez mit mutat? Ugye, hogyha megnézzük ezeket a tulajdonosokat, akár ebből a cikkből, de akár a korábbi anyagokból is, mindannyiukból kiderül, hogy ezek gyakorlatilag olyan személyek foglaltak el kulcspozíciókat, amelyek korábban a Gyurcsány-Bajnai kormányzatban ö, ö, vettek részt, mint tanácsadók, tehát mind bizalmi emberek voltak. Na most ez azért felveti azt, hogy ezek a bizalmi emberek, akik oda kerültek, ezek gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc tudta nélkül nem kerülhettek volna oda, tehát biztos, hogy gyakor, bár az iratokból ugye nem tűnik ki, tehát erre tényleges bizonyíték nincsen, viszont elég erősen feltételezhető Gyurcsány Ferenc tudhatott már évekkel az országgyűlési választás előtt, hogy egy ilyen hálózat képülőben van, és lehet, hogy nem csak megfigyelője volt, hanem aktív részese is, meg lehet, hogy ezeket a személyeket ő ajánlotta be az egyes cégeknek az élére. Mennyiért, vagy miért határozza meg ahogy ön mondja, ha ez így van, a gyurcsány bajnai kormányokhoz köthető ö, személyek miért határozzák meg még mindig az ellenzéki politika egy ilyen szeletét, hogyha ez így van? Tehát mi ennek azok hogy a 2010 előtti baloldali ö, befolyásos személyek vissza-vissza köszönnek most ezekben az ügyekben? Hát a 2010 előtti baloldal az hatalmasat bukott, hisz katasztrofális kormányzások eredményekén Magyarország egy csőd közeli helyzetbe került 2010-ben. Ezután sokan hihették, gondolhatták azt, hogy ennek az elitnek imáron elmúlt az ideje, viszont azok az új baloldali pártok, amelyek azóta létrejöttek és eredetileg Gyurcsány Ferenc ellenesként határozták meg magukat, végül nem tudtak olyan politikai elitet kitermelni, akik felvelték volna politikai tehetség tekintetében a verseny Gyurcsány Ferenccel, előbb-utóbb mindannyian szövetséget kötöttek vele, ezzel gyakorlatilag az eredeti ideájukat el is engedték, és egy Gyurcsány Ferenc pedig, mint egy tapasztalt öreg róka, ezeket a fiatal pártokat egymás után felfalta, és már oda jutottunk, hogy ugyanúgy Gyurcsány Ferenc vezeti a baloldalt, mint hogy 2010 2015 vezette a baloldalt. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy elfogadta a el megkívásunkat. Köszönöm szépen.